A második világháború utáni egyik legnagyobb fegyveres konfliktus az ukrajnai háború. Az aktív harcvonal hossza eléri az 1500 kilométert, közölte szombaton Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az elnök emlékeztetett arra, hogy a harcok mezőkön, erdőkben, vízen, égen és városokban zajlanak. Az államfő hangsúlyozta, hogy az ukránok továbbra is harcolnak hazájukért, minden megszállt területünk felszabadítása előtt állunk, és Ukrajna ezt mindenképpen meg fogja tenni, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszky. Az elnök bejegyzésében egy videót is közzétett a United 24 kezdeményezéséről, amelyben az Oroszország-Ukrajna elleni inváziója által okozott pusztítások kerültek bemutatásra.